Antal Szilárd épületem tetőéről című fotókiállítása és Rogine Oszkára a város mint ellenérv című kötete között a legfontosabb kapcsolódási pontot maga újvidék jelenti. Még a kiállítás képei újvidéket felülről mutatják a tetőket, addig az a könyv egészen a betonig is levisz minket. Azt is mondhatjuk, hogy így súroljuk a betont. A kötetben bemutatott szerzők segítségével, tehát egy teljes képet ad a kettő együtt új Anta Antal Szilárdnak az épületem tetőjéről című fotókiállítása keretében látható fotói annak az épületnek a momentumait tárják a közönség elé, amelyben a szerző élete jelentős részét leélte. Mindaz, ami, ami, ami szép új vidéken, amit, amit, amit szeretünk, amit képeslapra tesz mindenki, az mindaz, ami úgy tűnik, hogy mindaz, ami monarchia, vagy a két háború között épült. De tanúi vagyunk annak, hogy ez folyamatosan tűnik el. Rogine Roszkár a Város mint ellenér című kötetében öt olyan irodalmi életművetelemez, amelyekben a város központi motívumként jelenik meg. Domonkos Istvánét, Ladik Katalinét, Sziveri Jánosét, Tolnai Ottóét és Végen Lászlóét. Elsősorban a 60-as, 70-es és 80-as évekre fókuszáltam, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem csak a város képe a fontos, hanem az is, hogy hogyan nézett ki akkoriban az a kritikai viszkang, illetve azok a kanonizációs mechanizmusok, amelyek lehetővé tették, hogy egy város bevanuljon. A Város mint ellenér című kötet a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában a Létünk könyvsorozatának negyedik darabjaként látott napvilágot.